A 69. percben már ő sem segíthetett, hiszen egy jobboldali szabadrúgás elvégzéséhez ismét Hibu állt oda, aki a kapu elé ívelt és középen Simon Mátyás gyönyörűen csúsztatott a hosszú sarokba. Surányi befutja a labdát, Simonnak tökéletes a beadás, szépít az FC 60. Simon szerez labdát a félpályánál, egyedül vezetheti rá a kapura és nem hibázik, két gólra növeli csapata előnyét. Megszületett a mérkőzés második gólja. Fanny részről Székesi pontosan emel Mundihoz, aki Simonhoz fejel, a fiatal 60-i támadó pedig szintén fejjel továbbítja a labdát a hálóba, egyenlít a vendégcsapat. Ten Surányi tör be a 16-oson belülre, az elpattanó labdát Ficsor szerzi meg, Simon elé tálal, aki a kapuba passzol, vezet az FC 60. Fordulás után rálövi a kipattanót, pedig Simon a kapuba továbbítja, vezet az FC 60. Ez már a második félidő, Surányi kényszerítőzik Mundival, Surányit felrúgják. A szélen vezeti a támadást a 60-i csapat, a beadásba Simon lép bele és megszerzi a vezetést. Surányi robog hatalmas lendülettel egy pontos passz Simonhoz, aki ismét értékesíti a helyzetet, így saját maga második, csapata negyedik gólját lövi. Cselezget egyből. Kiugratás Horváth, nagyon veszélyes Horváth, és ő egy óriási gól. Megint a jobb oldalon. Egy óriási védelmi hiba ismételten. Horváth Krisztián. A 23. percben. És amit elmondtunk az előbb, hogy igenis oda kell figyelni itt a bal oldalon, a baloldali védelemnek, hiszen megint egy hasonló dolog mögé kerültek a védőknek. Ez már a második félidő. Tóth indítja a csereként beállt Simont, aki beköszön Bákonyi kapujába, és 5 gólosan növeli a 60-iak előnyét. Simon hosszú ideig sérüléssel bajlódott, visszatérése óta első gólját lövi. Illés vágja fel a labdát, Gyárfás kezéből kicsúszik, Simon ismét lecsap a labdára és megszerzi a második gólt, növeli előnyét az FC 60. A
hosszú beadást még megmenti Szabó, Illés lövését még védi a kapus, de Simon lecsap a labdára és megszerzi az FC 60 első gólját. Székesi íveli be a szabadrúgást, Roma jól jön ki, de rossz helyre üti a labdát, amit Mondi varázsol Simon fejére, a fiatal csatár pedig elegánsan fejjel az üres kapuba, 3 gólos 60-i vezetés. Mondi szökteti Franyót, a lövését védi a kapus, de Simon már jól ismétel, vezet a 60. Járatják a labdát az ellenfél 16-osa előtt, egy óriási löket Szabó Rolandtól, a kipattanóra Simon csap le, de ez az előre ívelt labdát Simon csúsztatja meg, és a beinduló Horváth Sándor a kifutó kapus felett 13 méter. Percben azonban sikerült vezetést szerezni a vendégeknek, Hibu a bal oldalon a félpályáról ívelt a kapu elé. A védőkön átpattant a labda, amelyet Simon megcsúsztatott, így az ötösön üre... Egy újabb 60-i támadás, Simon lódul meg, egy jó passz Szabóhoz, aki pontosan lövi ki az alsó sarkot, növeli előnyét a 60. Kibólódul meg a labdával, Simonnak adja tovább, Simon pedig Surányihoz passzol, aki megszerzi az újabb gólt, menetel az FC 60. Úgy nézzük, hogy a múltja alapján egy jó csapat jön, tehát valószínű a Tarjánba tud 5-3-on nyerni, az nem lehet rossz csapat. Csak a labdarúgás. Ha iniziato la gara per cercare di battere un estremo difensore capace di qualità come Teti. Conclusione intanto da parte di Mair. E arriva purtroppo per i Galletti la rete del vantaggio della... Egy látványos emeléssel hozza helyzetbe Mondi Simont, nótás bravót mutat be. Bodnár passzol Simonhoz, aki bolondítja a védőit, majd lő, így és kiszedte a labdát, még egy beadásra is van lehetőség, de megint. Surányi tekeri be, Simon fejjel, megint nótás véd. És elején egy szöglet után Simon csúsztat. Székesi még belepiszkál, de a kapu elől kimarad a hely. Nagy Szilárd vágja előre, Simon fejese Szabóhoz pattan, aki szökteti Surányit, pedig a kapuig robog és biztosan értékesíti a helyzetet, vezet az FC 60. Illés Bence szerez labdát a saját tér felén, Simontól visszakapja a szélen, és vezetheti a támadást, elhagyja a védőit, még felnézni is van ideje. Jó a középreadás, Simontól elpattan Franyóhoz, aki most már a hálóba talál. Thank you.
Indulla Gabi! Juhászról pattan fel a labda, Radovics fejjel továbbít Simonhoz, aki jól veszi észre Surányit, de nem tudja értékesíteni a helyzetet a hatvani támadó. Franyó fejeli vissza a kirúgás Simonhoz, aki Surányit szökteti, a helyzet azonban kimarad. Székesi kényszerítőzik Simonnal, aztán már csak a kapussal áll szemben, jól gurítja el, de a labda centiméterekkel elkerüli a kaput. Simon futja be a labdát, jól veszi észre az érkező Radovicsot, a lövés azonban erő. Ficsort indítják tökéletesen, rávezetheti Halasira, hosszan tolja meg, így kimarad a helyzet. Fodor, Horváth a bal oldalon. Fodor, a csel nagyon jó, vigyázunk középen, Surányi érkezik. Makó, egy lövés. Varsányi. Füleli le, Székesi pedig meglódulhat Simonnal egy kényszerítő, aztán egy lágy passz Surányihoz, aki a kapufát találja el. Majdnem megszületett a hatvaniak következő. Igen, tulajdonképpen az utolsó lövés nem sikerült. Simon, na nézzük a bal oldalon. Az előbb már becsapta egyszer Fodort, és a 16-os egymásba kapaszkodott a két játékos, aztán a nevető harmadik jel lett. Ezeknek a hatvaniak. Egy kis egyérintőzés, és nagyon szépen kijátszották a jobb oldalnak. Csak akkor tudnának megfelelőképpen zárni. Már alatta értem azt, ugye, hogy kiegyenlítsenek, ha itt Tiszaújvárosba győzni. Nagy Szilárd óriási bedobása után Simon csúsztat, ez a kapusé.